Az ország több pontjára is forgalomlassító demonstrációt szervez holnapra az MSZP. Szerintük igazságtalan az útdíj, ez ellen tiltakoznak. Győr mellett Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyében is tüntetnek majd az utakon. A szocialisták azt mondják, van értelme ezeknek az akcióknak. Szerintük ugyanis, ahol együtt demonstráltak, ott eredményt is elértek. Az MSZP csak a zéró toleranciát tudja elfogadni az útdíjakkal kapcsolatban. A debreceni sajtótájékoztatón azt mondták, azt akarják elérni, hogy ahol január 1-e előtt nem kellett, ott ezután se kelljen fizetni az utak használatáért. Szerintük a kormány nem az észszerűség alapján dönt, hanem ott visszakozik, ahol erősebb tiltakozást tapasztal. Úgy látom, határozottabb kiállás volt, ott azért csak meghátrált a kormány. Ez nem jó egyébként, hogy ez ilyen alapon dől el, hogy az országban vannak olyan helyek, ahol erősebb mondjuk a fideszes lobby, akkor ott nem lesz. Ennek gazdasági alapon kellene eldőlnie, és én abban határozottan állítom, hogy ez káros. Az MSZP megyei elnöke szerint a debreceni országgyűlési képviselőknek és a polgármesternek közösen el kellett volna érni, hogy a debrecenieket ne sújtsák egy 2,5 kilométeres szakaszon bevezetett útdíjjal. Szerinte már látszik a városban az intézkedés következménye. Már most teljes mértékben kitapintható, hogy a Füredi úton másfélszeresére nőtt a forgalom. Ez a debrecenieknek rendkívül súlyos problémákat okoz, nem csak a csúcsforgalomban, hanem egészségügyi következményei is lesznek. A szocialisták szerint van értelme a tiltakozásoknak. Az elmúlt időszak pont az bizonyította be, hogy ott, ahol az emberek összefogtak az MSZP helyi szervezeteivel, így Vas megyében, Somogy megyében és Tolna megyében, ott már sikerült megállítani az igazságtalan útdíjat. A debreceni szocialisták egyébként azt mondták, hogy várják a demonstrációra a város fideszes polgármesterét, akinek az útdíjról ugyanaz a véleménye. Azt üzenték neki, hogy egy helyet fenntartanak a demonstráción az ő autójának is.